Először adták át a koreográfus és táncpedagógus képzőintézet évnyitó és diplomaosztó ünnepségén a Merényi Zsuzsa balettmesterről elnevezett díjat. A Novelle Táncművészeti Alapítvány kuratóriuma az újonnan alapított elismerést Varga Józsefnek ítélte oda, a kiterjedt szakmai kapcsolatainak és kimagasló pedagógiai munkásságának elismeréseként. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy átvettem egy ilyen rangos díjat a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Egy ilyen díj, azt gondolom, hogy nagyon nagy elismerés abban, hogy jó úton járunk, jó munkát végzünk, és hogyha ezt országos szinten is így értékelik, akkor ezt folytatni szándékozunk. A díja pedagógus továbbra is arra inspirálja, hogy a módszerei átadásával még több élményben részesítse tanítványait. A minőségi oktatás mellett Varga József számára elengedhetetlen, hogy a tánc szeretetét, a megfelelő tartást, valamint a mozgáskoordinációt magas fokon elsajátítsák a növendékei. A mai életben nagyon fontos az a fajta kisugárzás, öntudat, önbizalom, ez nagyon-nagyon fontos, elég sajátos metodikával rendelkezünk. Fontos számomra, hogy azok a tehetségek, akik születnek olyan adottsággal, akár érzelmileg, testi adottsággal, megtalálják az álmukat, elérhessék, és fontos az is, hogy akik nem születnek, ők is nagyon sok örömet kapjanak. Tehát a csapatszellem nagyon fontos, az a jó közösség, amiben élünk, vagy hiszünk, és azt gondolom, hogy az önbizalom. A tanév a táncműhelyben is szeptemberben kezdődött, azonban a beiratkozás még tart. Így Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón is várják a jelentkezőket.